19. alkalommal szervezték meg a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolában a már hagyományos sportnapot, ahol közel 500 gyereket mozgattak meg. Vannak itt sorversenyek, most éppen egy váltófutáson estünk túl, mi lettünk az elsők. Ezen kívül akadálypályákon és ügyességi vetélkedőn vehettek részt a diákok, de új, a legtöbbjük számára még ismeretlen sportágakat is kipróbálhattak. Az idei évnek a különlegessége, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából elindult egy program, a kölyökből atléta, és egy olyan eszközcsomagot tudunk kipróbálni és használni, ami még inkább látványossá és élvezhetővé teszi ezt a mai mozgásos délelőttet, kora délutánt. Az alsós és felsős korosztálynak külön programokkal készültek a pedagógusok, így mindenki megtalálhatta azt, amiben a legjobb lehet.